Zsolna, Herend, Hollóháza. A három település nevéről mindenki a porcelánokra asszociál, azt azonban már kevesebben tudják, hogy az egykor státusz szimbólumként funkcionáló különleges kerámiák Óbudán is készültek. A 19. században alapított, akkor még csak porcelán kereskedést Hűtl Tivadar vette át édesapjától, majd hamar bővült új funkcióval és minőséggel a családi üzem. Hűtl Tivadar ugyanis először egy porcelánfestő üzemet hozott létre, ami kiváló minőségével elérte a császári és királyi udvar szállító címet. Ezt követően 1903-ban a Jász utcában, majd 3 év múlva Óbudán alapított gyárat. Az Óbudai Múzeum Törékeny Vágyak címmel hozott létre egy vándorkiállítást, amely célja, hogy a nagyközönség méltó módon ismerje meg Hüthl, majd később pedig Aquincum porcelángyárat. A tárlat a Tatai Várban volt látogatható több mint egy évig, azonban a pandémiára való tekintettel a közkedvelt kiállítás zárt ajtók mögött búcsúzik a várostól. A Törékeny Vágyak című kiállítás, ami az Óbudai Múzeumnak az anyaga, 2019. december 17-én került itt megnyitásra nálunk a Kunidomokos Múzeum Vármúzeum falai között. Természetesen ezt az időszakot, vagy ezt az időpontot egy nagyon-nagyon hosszú előkészítő munka előzte meg, hiszen ahogy említettük, egy porcelán kiállítás anyaga volt látható a megnyitó után következő időszakban. Hatalmas érdeklődés övezte már a megnyitót, és ugye a márciusi zárvatartásig pedig havonta tematikus programokkal igyekeztünk az itt látható műtárgyakat, ezeket a csodás, fénylő, fehér aranytárgyakat bemutatni. Januárban már egy kurátori tárlatvezetésre invitáltuk a tataiakat, ahol hatalmas érdeklődés övezte ezt a programot. Az Óbudai Múzeum két kollégája, Benyóné dr. Mojzsis Dóra és Polgár Mónika volt az, aki tárlatvezetés közben rengeteg érdekes információval szolgált az anyag kapcsán. Ezeket a kurátori tárlatvezetéseket minden hónapban egy-egy plusz előadással egészítettük ki. Itt volt nálunk Vaja László januárban, aki a porcelánhamisításról tartott egy előadást. Ő még egyszer az őszi időszakban visszatért, akkor pedig egy kicsit felnőttekre fókuszáltunk. Erotika a porcelánokon címmel a 18 éven felülieket szólította meg. Februárban folytatódtak a programjaink, ekkor ugye már meghirdettük azt a porcelán festő workshopot, ami aztán az augusztusi időszakban került megrendezésre. Egyébként vendégünk volt Szentgáli Varga Szilárd, porcelánfestő, aki a legnagyobb porcelángyárak mintakincsét ismertette meg velünk, és ugye kellően felcsigázta már az előadás a résztvevőket, és amikor augusztusban a porcelánfestő workshop megvalósult, akkor nagyon nagy volt az érdeklődés, nagyon sok szép számban érkeztek hozzánk azok, akik saját maguk díszítették a porcelán tárgyaikat. Később ugye ez kiégetés után visszakerült, tehát mindenki egy-egy kedves emlékkel gazdagodott. Az Óbudai Múzeum időszaki kiállítása sok oldalon mutatja be a szerteágazó történetét a két gyárnak. Emellett azonban természetesen a technológiai újítások, a gyártás folyamata is ismerté vált a látogatók előtt. Megismerhették a termékpalettáknak a sokszínűségét, hiszen a királyi, a nemesi, a családi, a kávéházi szettek felvonulnak ebben a teremben, és természetesen a második teremben már az államosítást követő időszak, amikor inkább a nippek, az apróbb dísztárgyak jellemezték ugye a családi vitrineknek a kínálatát. Nagyon interaktív a kiállításunk. Ugye az Óbudai Múzeum munkatársai ezzel a kék-fehér árnyalattal szerették volna a porcelánok finomságát, nemességét visszaadni. Az összes olyan látványelem visszaköszön, ami az Óbudai Múzeumban volt látható. 3 érintőképernyes televízión keresztül különböző kisfilmek, a gyáralapítás története, az államosítást követő időszakban az ott dolgozók visszaemlékezéseit láthatják, láthatták a hozzánk érkezők,
és volt egy olyan anyag, amivel a múzeumunk is gazdagította ezen interakciók sorát. Kiállítás megnyitót követően egy kis zenés, táncos etüdökkel díszített anyagot vettünk itt fel, körülbelül 8 perces anyag, ami a balett finomságával próbáltatta a porcelánok nemességét érzékeltetni. Tavalyi esztendőben, márciusban, amikor az online térben kényszerültünk, ekkor pedig a közösségi média felületeinken és a videó megosztó csatornáinkon próbáltunk online területvezetéssel, illetve ezeknek az anyagoknak a megosztásával fenntartani a figyelmet. Sajnos ugye a jelenlegi vírushelyzet nem teszi lehetővé azt, hogy valóban egy élő közeg mellett tartsunk finisszást, ezért nagyon örülünk annak a lehetőségnek, amit a Tatai Televízió biztosított. Bíró Endre kollégánk tárlatvezetés keretében kalauzolja ugye itt a kiállítás anyagában a képernyő előtt ülőket, és bízunk benne, hogy aki esetleg nem láthatta személyesen, a kiállítás valamilyen szinten azért kárpótolja ez a tárlatvezetés. Jelenleg itt állunk a Tatai Vár időszaki kiállító termeiben, ebből a két gyönyörű teremben, és éppen búcsúzunk egy rendhagyó finisszás keretében a Hüttl Tivadar gyára és az Aquincum porcelángyár tárlatát bemutató gyönyörű kiállítástól, ami 2019. decemberre óta látható a Tatai Kunidomokos Vármúzeum időszaki kiállító termében. Mielőtt a finisszás keretében egy online tárlatvezetést szeretnék adni, szeretnék egy bevezetést tartani a kerámia történetről, miután rátérek a porcelánok történetére és a jelenlegi kiállítási tárlatra. A kerámiák tekintetében kerámiákat már az őskor óta készítenek az emberek, először mágikus alakokat, isten alakokat készítettek, majd pedig praktikus okokból terménytároló edényeket kezdtek agyagból, egyszerű agyagból készíteni. A kerámia fajták fejlődése az ókori civilizációkkal egyre inkább különlegesebb lett. Mitológiai mintákkal ellátott egyiptomi kerámiákat láthattunk a későbbiekben. A görög kerámia készítés és kerámia művészet csodálatos volt, ugye ismerjük a történelemből. A középkorban pedig Olaszországban, Itália területén csodálatos kerámiákat készítettek, művészi szimbólumokkal ellátva. A porcelán is egy különleges kerámia, viszont egy egészen különleges dologgal állunk szemben, ami 1500 éve Kínában tulajdonképpen egy különleges technológiával, különleges hozzáértéssel, kicsit titokzatos technológiával kezdett el készülni, és azóta is tulajdonképpen ezt a technológiai sorrendet és készítési sorrendet szigorúan be kell tartani a porcelánok tekintetében. Európában mindössze 300 éve kerültek porcelánok, gyakorlatilag először az európai utazók, a különböző felfedezők által Kínából behozott gyönyörű porcelánok, különösen kiemelném a Ming dinasztia korabeli csodálatos vázákat és kínai porcelánokat, ami jelenleg is a régiségpiacon eszmei értékben és árértékben is egy nagyon-nagyon értéket, hatalmas értéket képviselnek. A Európában az 1700-as években kezdtek megjelenni porcelánok, a saját gyártású porcelánok. A legelső porcelán típus, különleges porcelán a meissen-i porcelán volt, majd pedig az angol és a bajor porcelánokat ismertük meg, amelyek különleges, csodálatos porcelánokként díszítették státuszszimbólumként a főúri asztalokat, a királyi asztalokat és a gazdag polgárok asztalait. Ezek tulajdonképpen státuszszimbólumok voltak először Európában, csak a nagyon gazdag emberek és a magasrangú emberek, királyok, császárok, nagypolgárok, főnemesek asztalait díszítették ezek a készletek. Későbbi időkben már, aztán a 20. század felé közeledve eljutottak az egyszerű emberek asztalaig is ezek a gyönyörű porcelánok, akár a kávés társkészletekről, asztali szervizekről is beszélhetünk.
De Magyarország tekintetében pedig nem is tudtuk sokáig, sokan nem is tudták, hogy Óbudán is létezett egy csodálatos termékeket gyártó porcelángyár, Hüttl Tivadar gyára. Ugye eddig sokan Magyarországon is úgy ismerték ezeket a különböző porcelántermékeket, hogy voltak ugye a zsolnai gyár termékei, a herendi gyár és a hollóházi gyár termékei. Óbudán 1854 óta működött, akkor alakítottak egy gyönyörű porcelánlerakatot, Hüttl Tivadar édesapja, Hüttl Ede, 1854-ben érkezett Magyarországra, és egy porcelánkereskedés lerakatot létesített. Később porcelánfestőüzemet alapított, és ebből nőtte ki magát a későbbi időkben, 1903-ban már egy nagyobb üzem, amit már gyárnak nevezhetünk, a Jász utcai gyár. Később a saját porcelánokat is kezdtek készíteni, formázni, égetni, festeni, tehát egy komplex munkafolyamat volt, technológiai munkafolyamat, amely már ugye a Jász utcai gyárat is kinőtte, és 1906-ban Óbudán a Filatori dűlőben egy hatalmas gyárkomplexumot építettek, ami nagyon sok részlegből állt, és egészen modern égetőkemencével szerelték fel ezt a gyárat. Először a herendi porcelángyár kapott egy megrendelést Ferenc József császár és királytól, hogy készítse el a 4500 darabos császári királyi étkészletet, de különböző nehézségek miatt végül Hüttl Tivadar gyára készítette el ezt a hatalmas mennyiségből álló étkészletet, amelyet itt látunk jelenleg a tárlat, itt a tárlókban. Jellemzően szeretném bemutatni a különböző darabokat, amely egy csodálatos fénylő fehér alap fehér színt kapott, majd pedig aranyozott színarany díszítést, és Ferenc József arabeszkekkel díszített monogramja, és a magyar tehát a császár és király címer aranyozott díszítése látható a tárgyakon. 1883-ban nyerte el Hüttl Tivadar gyára a császár és király udvari szállító megtisztelő címet. Ugye ennek keretében készítették el a Ferenc József császár és király 4500 darabos étkészletét, szervízét, amit itt látunk. Ebben a tárlóban pedig szintén egy csodálatos étkészletet látunk, ami a császári és királyi hadsereg főtisztjeinek Waldstein bordó motivumokkal ellátott díszítőlemeit láthatjuk ezen a készleten, és ez is a császári és királyi udvari szállító címből fakadó készlet megrendelésből készült el. Itt is jellemző darabokat látunk ebből a csodálatos étkészletből, ami a császári és királyi hadsereg főtisztjeinek készült. Ezen felül Hüttl Tivadar gyára elnyerte különböző magyar nagykövetségek készleteinek szállítását, szállodák, éttermek, neves éttermek étkészletének elkészítését. Kiemelném ezek közül a Gundel étterem étkészletének az elkészítését. Itt látunk szintén néhány darabot ebből a csodálatos készletből. Ezen felül a Magyar Országgyűlés szervizét, étkészletét, a teás és kávéskészletekkel való ellátását is Hüttl Tivadar gyárától rendelték. Tehát igazán azt mondhatjuk, hogy az egyik legnagyobb porcelángyárunk volt Hüttl Tivadar gyára. Hatalmas mennyiségben gyártották a nagypolgári, főnemesi, főúri asztalokra a különböző kávés és teáskészletek, amiket itt a csodálatos tárlóban gyönyörűen megvilágítva láthatjuk. Igazán népszerűvé a 14. századtól vált a porcelán. A legnemesebb ipari alkotás magas tűzön 1200 és 1400 Celsius fok között tömörre kiégetett kagylós törésű kerámia. A Hüttl manufaktúra nevéhez számos érdekesség köthető, ha a porcelánokról beszélünk. Szeretnék beszélni néhány technikai újításról, ami Hüttl Tivadar gyárában készült. 1890-ben testvérének fiát, Hüttl Frigyest bevette a cégbe, Hüttl Tivadar nem csak cégtársként, hanem olyan technológiai újítások, technikai újítások, kísérletezésekre is nyitott volt ez a fiatalember, aki két dolgot említenék, aki feltalálta tulajdonképpen a tartós fémzománcot. Ez azért volt nagyon fontos, mert a porcelán égetés technológiai folyamataiban sokszor
a fémek, a fém díszítés elég elkopik, mattá válik. Sikerült egy olyan ezüst technológiával, ezüst vegyület technológiával megalapítani a tartós fémzománcot, ami az égetés után és a dekorégetés után is csodálatos színben, gyönyörű szépen mutatósan sikerült ezeket a terméket elkészíteni. A másik technológiai újítás a rózsaszín massza, különböző színezett masszáknak a technológiája. Itt láthatunk ebben a tárlóban a rózsaszín massza kialakításból elkészített gyönyörű szép kísérleti tárgyakat, majd pedig már ugye egy hamutartót, egy tányért és egy kávéscsésze alátétet is. Ugye ez is csak egy nagy nehézség volt a porcelánkészítés technológiájában, hogy a különböző égetési folyamatokon keresztül megmaradjanak egységesen, egységes tónusban a különböző kikevert színek a kaolinban. Sokszor mattá váltak, nem sikerült egységes színárnyalatot létrehozni. Hüttl-Frigyes kísérletedése folytán egy technológia újítással ezt a rózsaszín massza kialakítást is sikeresen alkalmazták Hüttl-Tivadar gyárában. Szeretnék néhány mondatot most már annak kapcsán is elmondani, hogy a porcelángyártás technológiájáról. Ugye mondtam már az előzőekben, hogy 1500 éve Kínába kezdték el készíteni egy titkos receptek, titkos technológiai alapján a porcelánokat. Ez azóta is tulajdonképpen ezek a munkafolyamatok szigorúan betartva, és az anyag alapok most is tulajdonképpen változatlanok. Nagyon szigorúan be kell ezeket tartani. Ugye a porcelán alapanyaga a kaolin. A másik nagyon fontos anyaga a kvarchomok és a földpát. Ezeket megfelelő arányban kell kikeverni, mert hogyha ezek nem történnek megfelelő arányba kikeverve, az egyikből túl sok van, a másikból túl kevés, akkor a porcelán nem lehet szépen hajlítani, nem lehet vékonyan kialakítani, nem lesz fényes, vagy törik. Na most ezeket a különböző anyagokat kiváló minőségben kellett beszerezni, különböző lelőhelyekről, és a porcelángyártás technológiája az anyag kikeverése után tulajdonképpen a kerek formák és a kerek tárgyakat formázással készítették. A kávéspoharakat, kávéscsészéket, teáscsészéket úgynevezett beformázással, az alátéteket úgynevezett ráformázással készítették. A nem kerek tárgyakat, hanem egységes alakokat, tehát egységes formákat formázással készítettek, és öntéssel. Tehát, hogyha azt nézzük, itt látható ez a tárló, ebben látható egy akvinkumi akt, tulajdonképpen ez az akvinkum porcelángyár egyik jellemző terméke. Azokat a folyamatokat mutatjuk be az égetés után, hogy hogyan alakult ki a teljes termék. Tehát tulajdonképpen a teljes alakos termékeket öntéssel készítették, öntőformákat alakítottak ki gipszből, és az égetés során bizony majdnem, hogy egy harmadára zsugorodott a termék, a késztermék, amit itt is látunk, hogy mikor ide belehelyezték az adott alap, az öntőformába az adott terméket, ugye később pedig majdnem a harmadik égetési fázis után már csak ekkora lett. Ugye ez egy jóval, mindig veszít a térfogatából az anyag. Na most az égetés is három fázisú. Először az előégetés vagy zsengélés 800 fokon történik, majd pedig a 1400 fokos mázas, igazi, nagyon magas hőfokon történő égetés következik, a harmadik pedig a dekorégetés, ami már az alaptermék dekorációval való ellátás után egy különbelül 950 fokos újabb, kicsit alacsonyabb hőfokú égetéssel történik, és így alakul ki a végső termék, a végső forma, ami ugye nem, tehát egy nagyon szigorúan betartandó technológia, itt is nagyon sok mindent, nagyon szigorúan a hőfokot be kell tartani, először fakemencékkel, szénkemencékkel, majd a modern gyárban gáz által fűtött kemencével alkalmazták ezeket a technológiákat. A dekorációval kapcsolatban azt szeretném kiemelni, amit majd még meg szeretnék mutatni az egyéb tárgyakat, egyéb gyönyörű versenyre készített, kiállításokra készített termékeket. Kétféle díszítés volt, egyrészt a matricás, előre egy különböző minták alapján matrica mintával készített dekoráció, vagy pedig a kézi festés, a kézi dekorálás, és az alaptermék a
második mázégetés utáni dekoráció után következett ugye a dekorégetés, amiről már beszéltem, ugye különbelül 900-950 fokon történt, és így alakult ki a késztermék. Ezek a csodálatos termékek, amiket itt láthatunk a tárlókban. Szeretném megemlíteni, ugye, hogy Hüttl Tivadar tulajdonképpen a mai szóval élve egy self-made man volt, egy önerőből kiemelkedő gyáralapító, aki rengeteg kulturális egyesületet, ipari egyesületet támogatott pénzével, magánvagyonával, és gyakorlatilag számos versenyen szerepeltek a termékei. Itt ebben a tárlóban láthatunk is rendkívül szép termékeket, amik gyönyörű kézifestéses dekorációval készültek, különböző serlegek, de gyártottak például versenyekre átadandó serleget vagy valamilyen díjat is, amik előre megrendelés útján történtek. Ha valakinek porcelán kerül a kezébe, gyakran megfordítja azt, hiszen a kerámia alján látható írás és szimbólum sok mindent elárul a nemes tárgyról. Szeretnék néhány mondatot mondani a fenékjegyekről és a védjegyekről. Ugye a kerámiák tekintetében is, nem csak a porcelánok tekintetében, a termék helyének, gyártási idejének, gyártó személyének jelzésére használtak általában a termék alján elhelyezkedő jelzést, amit ugye ennek kapcsán fenékjegynek neveztünk. Ugye itt láthatjuk ebbe a tárlóba Hüttl Tivadar gyárának különböző fenékjegyeit. Na most ezek a fenékjegyek ugye a gyártó személyére, a gyártás idejére vonatkoztak, jellemző szimbólumokat is alkalmaztak. Később ezek ugye már a minőség biztosításaként, védjegyként szerepeltek a modern gyártás technológiában. Hüttl Tivadar gyárában csaknem 20 féle fenékjegyet alkalmaztak, legtöbbször kurzív írással Hüttl Tivadar nevét vagy monogramját alkalmazták, vagy pedig a német Theodor nevet használták. Használták még a Lánchíddal egybekötött ugye monogramot is. Itt látjuk ugye ebbe a tárlóba ezt a rengeteg gyönyörű fenékjegyet. Ezen kívül még 20 féle jegyet használtak, ugye legtöbbször monogramokat is, de legtöbbször ugye a kurzív írással jelezték ugye Hüttl Tivadar nevét. Na most később az 1951-ben államosított Hüttl Tivadar gyárát, amit Aquincum porcelángyárnak neveztek, a római légiós sas és a Budapest felirattal ellátott fenékjegyet alkalmazták általánosan már később az 51-ben megalapított állami Aquincum porcelángyárnál, de erre még később visszatérek a másik teremben, ugye, ahol kifejezetten a 51-ben alapított Aquincum porcelángyárról fogok beszélni. Szeretnék még néhány mondatot szólni erről a gyönyörű kávés készletről, amit itt látunk, az aranyozott szélű, sárga színű, aranysárga színű és gyönyörű dekorációval ellátott komplex szervíz, kávéskészlet, mellette pedig egy szecessziós díszítésű, szintén kávés és komplex teáskészletet látunk, ami az egyik legszebb darabok ebben a gyönyörű kiállításnak a készletében és palettájából. Az időszaki kiállító termek meghatározó kiegészítői a kék és fehér szín, amelyek a falakon is visszaköszönnek. A tárlaton a porcelánok mellett a népes Hüttl családfával is megismerkedhetünk. Ezt a gyönyörű kéttermes kiállítást 2019. decemberében az Óbudai Múzeum munkatársai rendezték be komplexen tulajdonképpen, tehát a villanyszereléstől kezdve a termek, az installáció berendezését ők készítették el, és ugye a falakat is gyönyörű kék színűre festették, ahol feliratokat láthatunk, értelmező, magyarázó feliratokat, és egy gyönyörű szép családfát festettek fel, alakítottak ki ezen a falon, ami az egész Hüttl családfát bemutatja. Ugye Hüttl Tivadar édesapja Hüttl Ede, aki a csehországi Elbogenbe született, és úgy érkeztek Magyarországra, és itt alapították ki a porcelán lerakatukat, majd festőüzemüket, és ebből alakult ki ugye a Hüttl Tivadar porcelángyára. Nagyon kiterjedt a család, híres emberek rokonságával, tehát tulajdonképpen megemlíteném, hogy ugye Hüttl Tivadarnak 5 gyermeke volt, nagyon sokan az orvosi pályát választották, a Semmelweis családdal is ugye kapcsolatban, a Semmelweis családdal is vérrokoni kapcsolatban voltak. Akkor látjuk ugye a
a Trócsányi családot is, aki a volt igazságügyminiszterünk, ugye a Trócsányi Lászlóval állnak rokonságban. Tehát egy nagyon kiterjedt család volt, viszont megemlíteném azt, hogy ugye a család utolsó tagja 1969-ben Hüttl Artúr meghalt, leszármazók nélkül halt meg, és tulajdonképpen az 1951-es év az egy tragikus év volt a Hüttl család életében, amikor 1951-ben államosították a gyárat, és tulajdonképpen a fővárosi kézműves művészeti vállalathoz került az egész gyárnak a készlete. Államosították, és tulajdonképpen a család leszármazottja csak egy udvari, a gyárban egy ilyen tulajdonképpen munkás lakásban kapott szállást. Ez tulajdonképpen egy hatalmas trauma és tragédia volt, ugye ezt láttuk más gyárak tekintetében, akár a Zwack gyárnál is. Na most ebből alakult aztán a 1951-ben az óbudai porcelángyár, ami Aquincum porcelángyárnak neveztek el. Na most annyit szeretnék még megemlíteni, hogy nem csak az államosítás tragédia, tehát az államosítás egy hatalmas trauma volt a család életében, hanem a második világháború pusztítása is. Tulajdonképpen a második világháborúban a bombázások következtében az egész raktárkészletek pusztultak el, a gyár nagy részét lebombázták, és hát már ez is egy ugye az öntőformák, a készletek tekintetében egy nagyon nagy tragédia volt. Na most lassan akkor áttérhetnénk az 1951-ben alapított Aquincum porcelángyára, ugye bevezettem ezzel az államosítással. Na most mondanék még itt pár szót arról, hogy hogyan alakult ez. Ugye a fővárosi kézműves művészeti vállalathoz kerültek a gyárnak a teljes vagyona, készlete, öntőformái, és egy ideig folytatták Hüttl Tivadar gyárának régi típusú szervízeinek, kávé- és teáskészleteinek, nagypolgári asztalokra szánt készleteinek elkészítését is, de ugye az 1951-es év után változik a társadalmi berendezkedés, ugye a szocialista rendszer alakul ki, elterjednek a panellakások, megváltozik az életmód, az életforma, és az emberek egyre nagyobb részéhez jut el tulajdonképpen a porcelán, mint mindennapi használati tárgy. Tehát már nem csak a privilegizáltabb rétegek, tehát a nagypolgárok, főnemesek asztalára, meg különböző elegáns szállodákban, hanem az egyszerű emberekhez is. Na most nagy részben ezután elkezdtek átállni ezek a nagyobb porcelángyárak és az Aquincum porcelángyár is a vitrintárgyak, figurális dísztárgyak, úgynevezett nippek elkészítésére, amik egyre nagyobb számba hagyták el a gyártó sorait. Ugye nagyon nagy személyi állománnyal dolgoztak, hatalmas gyár alakult ki, tehát tulajdonképpen a felújított gyár, amit ugye a II. Világháborúban elég nagy károkat szenvedett, abból kialakították ezt az Aquincum porcelángyárat, és gyakorlatilag nagyon sok értéket is teremtettek az iparművész tervezők által. A Tatai vár másik kiállító termébe érkezve már az 1951-es államosítást követően Aquincum porcelángyárként működő üzembe született alkotásokkal találkozhatunk. A porcelán akkorra már szinte mindenki számára elérhetővé vált, és funkciójában is inkább az ingatlanok díszítését szolgálta. Itt vagyunk ebben a második teremben, a Tatai várnak a másik időszaki termében, ami tulajdonképpen már teljes egészében a Aquincum porcelángyárról fog szólni. Azokról a termékekről, amiről már az előzőekben beszéltem, ugye, hogy főleg szuvenírtárgyak, vitrintárgyak, az emberek által széles körben elérhető figurális dísztárgyakat látunk itt. Na most a Aquincum porcelángyár, de általában az 50-es évek után a porcelángyárak, kerámia gyárak előszeretettel alkalmaztak ipari formatervezőket, formatervező művészeket, akik az iparművészeti főiskolán végeztek. Ebben a gyárban is rengeteg kiváló szakember dolgozott, megemlíteném Balogh Bélát, Schrammel Imrét, Hanzéli Jenőt és Ősszabó Antóniát, akit kiemelnék. A installációk tekintetében ezen a részen láthatók Ősszabó Antónia alkotásai. Ősszabó Antónia az iparművészeti főiskolán végzett, de kiváló bábművész is volt, tehát bábokat tervezett. Egy csodálatos érzékkel ellátott művésznő volt, aki csodálatos dolgokat készített, tehát művészi technikákkal, művészi érzékkel elkápráztatja a látogatókat, ezek a gyönyörű alkotások. Legelőször is kiemelném ezt a gyönyörű sakkészletet, amik
fehér, tehát a világos oldal világos, egész egyszerű fehér mászalba bemolva, a másik, a sötét, az pedig egy azurkék technikával van ellátva. Na most ezt kiemelném, ez Őszabó Antónia által feltalált akvazúr technológia, ami a máz alatti díszítés festést jelentette, ami tulajdonképpen nem egy nagyon élénk, szembetűnő, erős festés jelent, hanem egy ilyen máz alatti, kicsit mattabb, de varázslatos szépségű festési technikát jelent, ami tulajdonképpen megjelenik az összes alkotásán, hogyha végignézünk, nem csak a gyönyörű sakkészleten, hanem például a különböző állatfigurákon. Itt látunk ugye egy indiai elefántot, ugye a háttán egy indiai férfivel, gyönyörű szép kialakítás, szintén látjuk az akvazúr technológiát, tevét, egészen pici, csodálatos kialakítású kis állatokat, aligátort, teknős békákat, tehát az egész pici tárgyakat is igyekezett Antónia csodálatos formai kialakítása megalkotni. Nagyon szerette a mesét, tehát ő igazából ugye a bábművész is volt, és mesefigurákat próbált alkotni. Hófehérke és a hét törpe meséjét láthatjuk itt, Hófehérkét, hét törpét, és a maga szépségével, kedvességével, gyerekességével próbálta kialakítani minél szebben ezeket a gyönyörű szép figurákat, alkotásokat. Ugye megemlíteném még a gyár termékei közül, amiről már beszéltem is, ugye a vitrin tárgyak, nippek. Ezen kívül nagyon sok szuvenír tárgyat készítettek az Aquincum porcelángyárba a tervezők, ugye erre társadalmi igény is volt egyrészt, túlzott, tehát olyan igény volt rá, hogy egy bizonyos idő után, bizonyos tekintetben nagyon sok, ugye készültek úgynevezett gicsek is, amit mai szóval is ugye gicsnek nevezünk, folyamatosan zsűrizték, ellenőrizték a képzőművészeti és iparművészeti lektorátus ezeket a termékeket, és bizonyos termékekre gyáranként, nem csak erre a gyára, kulturális járulékadót vethettek ki, amit magyarul ugye gicsadónak neveztünk. Készültek ugye olyan termékek, és nagyon sok népies termék készült abban az időben, amiket szuvenírboltokban, akár a Váci utcában is, vagy különböző előszeretettel, a külföldiek által is előszeretettel vásárolt népies tárgyakat láthatunk, egy nagyon szép ülő, tulajdonképpen gondolkodó juhászembert, mellette egy subájába burkolózó, zárkozó, komolyabb pipával ellátott, pipával a szájába látható juhászt, népies öltözékeket, gyermekekről készített nippeket látunk, ugye ezek nagyon elterjedtek voltak, és a különböző állatokról készített nippek, mozgásban lévő állatok, róka, farkas, nyúl, lúd, és egy nagyon érdekes sorozat az Aquincum porcelánhoz kötődik, szerintem nagyon sok embernek megtalálható a vitrinjében vagy gyűjteményében, ez az úgynevezett Aquincumi akt, amit már előbb is mutattam önöknek. Különböző formában egy aktot látunk, ugye női alakot, amint szinte a folyóból vagy a tóból jön ki, különböző formákban, különböző méretekben készítettek, nagyon nagy mennyiségben, ez szerintem nagyon sok háztartásban megtalálható, most is, hogyha valaki utána néz a gyűjteményébe, vagy aki a nagyszülőktől örökölt gyűjteményébe. Szeretném még ebből a tárlatból bemutatni a Aquincum porcelángyár termékeiből, ugye beszéltem már előbb is az állatfigurákról, előszeretettel készítettek állatokról készített, kisállatokról készített porcelán figurákat, például a kis nyulak, a különböző cicák, kutyák, különböző vízi madarak, és itt látható egy igazán szép, nagyon vékony nyakú, nagy műgonddal és finom eljárással készített daru, aminek az elkészítése egy igazán nagy finomságú technológiai folyamatot feltételezett. Tehát azt szeretném mondani ezzel a készlettel, tárlattal kapcsolatban, amit kifejezetten az Aquincumi porcelángyáron látunk, hogy ezekben a termékek között is művészeti értékkel bíró, nagyon nagy hozzáértéssel és szakértelemmel elkészített termékeket látunk, de itt már ugye jóval más a profillal, tehát más a célközönség. Az első teremben ugye a Hüttl-Tivadar régi porcelángyárában elsősorban a státuszszimbólumok, a Ferenc József készlet, a nagypolgári főnemesi asztalokra készített teás-kávés készleteket látunk, tehát egy egészen más célcsoportnak készített
és egész más célcsoport és társadalmi réteg által elérhető készleteket és termékeket láttunk. Itt viszont ugye az 50-es évek után már a porcelán majdnem mindenki által elérhető volt. Tehát majdnem minden lakásban, a tévé tetején, a vitrinekben, a különböző díszhelyeken, a lakás különböző helyein, akár konyhában is elhelyezkedtek ezek a termékek. Na most egy porcelán sorozattal, egy porcelán termékkel kapcsolatban az értékét mindig igazán az jelenti, hogy milyen szériában készültek, milyen mennyiségbe készültek, milyen finomsággal készültek, tehát mindig azok a legértékesebbek, amiből kevesebb készült. És ugye a finomabb elkészítésű alkotások. Ugye a mai most még egy kicsit mindig szeretnék visszatérni a kínai porcelánra, ugye a kínai porcelán sokszor ugye felbecsülhetetlen értékű. Most láttunk például azt hiszem a interneten olvastam, hogy egy egészen picike kis tányért, amit ilyen díszműboltokban most is állítanak, hogy egy bolhapiacon vettek Angliában egészen fillérekért, és most pedig valami elképesztő értéket képvisel egy aukción. Tehát egy véletlen vásárlással sikerült annak a személynek megvásárolni egy felbecsülhetetlen értékű alkotást. Ez ma is igaz, de most még nagyon fontos az a porcelán termékeknél, készleteknél, hogyha egy adott egy kávéskészlet számban, tehát a kiöntőjével, a csészealjával, a csészékkel, az mindig ahány személyre készült, hogyha a teljes készlet megvan, úgy képvisel igazán értéket. Tehát, és még azt szeretném mondani, úgy mindennel kapcsolatban, ezzel a gyönyörű kiállítással kapcsolatban, aminek nagyon örültünk, hogy itt van, és sokáig itt lehetett, szerencsére meg is hosszabbították, ugye ebben közrejátszott a pandémia is, amiben sajnos még mindig itt vagyunk a pandémia közepén, már nagyon szeretnénk kinyitni, és nagyon szeretnénk újra vendégeket fogadni a múzeumban, de ez az összes kulturális térre igaz szerintem, nem csak Magyarországon, hanem bárhol, tehát hogy a kulturális terek, a színházak, a koncerttermek, a mozik megnyíljanak. De most a porcelánokkal kapcsolatban és ezzel a gyönyörű kiállítással kapcsolatban még azt szeretném megemlíteni, hogy amikor tehetjük, én ajánlom mindenkinek azt, hogy próbáljunk legalább ünnepnapokon, de legalább egy vasárnapon porcelán étkészletből étkezni a családdal. Próbáljuk megtisztelni ünnepnapjainkat, hogy egy gyönyörű porcelán étkészlettel, porcelán tányérból, porcelán készlettel terítünk, és próbáljuk meg, gondoljunk bele abban, amikor főzünk egy jó kávét, egy porcelán kávés csészébe, egy gyönyörű készlettel kortyogassuk el, egy kicsit időzzünk el, gondolkodjunk el, és egészen más lesz, például, mintha gyorsan papírpohárból próbálnak fölhörpíteni a kávét. Tehát a megfelelő környezet, a megfelelő termékek, a porcelán szépsége bearanyozza a napjainkat, és ezt mindenkinek ajánlom, hogy így próbáljon élni. Ebben a nehéz időszakban főleg, amikor itt vagyunk a pandémiának, sajnos még a közepén, és próbáljuk olyan dolgokkal megszínesíteni a napjainkat, mint a gyönyörű porcelánok. És ezért nagyon köszönjük az Óbudai Múzeum munkatársainak is, hogy elhozták nekünk ezt a gyönyörű kiállítást, még gondolom sok helyen meg fog fordulni az országban. Nagyon nagy élmény volt, nagyon sok vendégnek tetszett a várban, és örültünk, hogy itt bemutathattuk ezt a gyönyörű kiállítást, és reméljük mások is ebben a gyönyörű porcelánokban fognak gyönyörködni. És hát nagyon köszönjük, igazából nagyon hálásak lehetünk Hüttl Tivadarnak, hogy ezt a gyönyörű porcelángyárat megalapította, és ebből alakult ki ez a gyönyörű termékeket gyártó csodálatos gyár. Ugye szeretnénk az érdeklődő figyelmébe ajánlani azt a lehetőséget, hogy az Otthonába visszük a múzeumot program 2021-ben is folytatódik, tehát hogyha online adják le rendelésüket, akkor ezt a nagyon exkluzív Törékeny Vágyak című katalógusunkat is Tatán belül el tudjuk juttatni a megrendelők részére. Ugye a tavalyi esztendő új kihívások elé állított bennünket is, de amíg nyitva volt a múzeumunk, addig múzeumpedagógiai foglalkozásokkal is több korosztálynak igyekeztünk érdekessé tenni ezt a témát, valamint volt egy olyan kis interaktív nyomozós játékunk, amivel egyébként egy megtörtént bűneset kapcsán eltulajdonított műtárgyak után nyomozhattak
látogatók, ez is nagyon népszerű volt a családok, baráti társaságok körében. Azt gondolom, hogy az Óbudai Múzeummal ez a szoros együttműködés igazán gyümölcsöző volt. Én azt hiszem, hogy az az egységes képi világ, amit itt a Vármúzeum falai közé ide tudtunk csempészni, az mindenféleképpen egy maradandó élményt biztosított annak, aki részese lehetett ennek az élménynek, és ugye az előzetes tervek alapján ez egy utazó vándor kiállítás lett volna. Hát ugye ez a kérdés még nyitott a továbbiakban. Sajnos már a nyitás után ez a kiállítás nem tekinthető meg, de ahogy említettük, az online tárlat vezetése mégis egy maradandó élményt szeretnénk az online tér látogatóinak nyújtani.